Magyar Világi Baráti Kör nevében, Lehura Ferenc. Nusták van jelen Magyarország közepéről. Magyarország közepéről Rutnák István. Brünner Ferenc Ajkáro. Ajkáro Brünner Ferenc. Erdélyi Barnabás Rákos Szent Mihály. Rákos Szent Mihályról Erdélyi Barnabás. Egy kis papír, szedjük össze a kincseket. Akkor egy pillanat, mindjárt odaadom, csak mondok róla két szót. Ez a dokumentum gyűjtemény, amely a Megamorf Petőfi Bizsotján állt. Baranya megye, Nyéki József. Nyéki József a Baranya megye. Malina Csabamagyar, az elszakított törvidékről Bukkelangból hoztam egy marokfődet a Fraknóvállalon, és motorosként jöttem a motorosokkal, akik ugyancsak itt vannak. Marika Csaba a Gárdamos motorosok és a saját motorosai nevében az elszakított őrvidékről érkezett. Tudjuk, hogy, tudom, hogy Orosszia kiharapott egy részt, ami gyönyörű Magyarországon. Táskát kézbe fogunk, és nem azt sem szabad felejteni. Bene Gábor Szögedről és a Magyarok Szövetsége alkotmányos jogfolytonosságot előkészítő tagozata nevében helyezem el a rózsát. Köszönjük. Kolozsváról Szabolcs. Nikolászáról Albert Ricardo és Nagy Tibor. Tiszaeszáról, arról a településről, ahonnan minden elindult 1882. április 1-én, két esztendő múlva a jogerős ítélet megelőlegezte a történelmi Magyarország felbomlását, mert ha nincs igazság a világon, akkor a haza sem állhat meg, tehát oda kell figyelnünk az isteni élő igazság. Az ország súbája, ország súbája. Áldás, áldás, békesség. Budapestről Kovácsné Csörsz Judit. László vagyok. Gonda László, ismerjük. 2006-os Kossuth. Kovács Géza költő, Tiszafölvárban, Szolnok vármegye. Az angyal fényről a társaság képviseletében is jelen vagyok. Petőfi szelleme él és élni fog. Kovács Géza költő. Végesség, Erős Gábor, Sarka. Thank you.
Esztergán Miklóst hallottuk tárogatózni. A tárogatóról pedig tudjuk, hogy a labancok összegyűjtötték, mágiát raktak belőle és elégették. Annyira féltek...
hazádnak. Énekeljük, jó? László.